Informatikai biztonság napját 2004 végén gondoltuk ki, abból indult ez a gondolkodás, hogy valahogyan sikerüljön összehozni az informatika biztonsága iránt aggódó cégeket, illetve megrendelőket, szolgáltatókat, illetve olyan szakembereket, akik akár független sapkában érdeklődnek a dolog iránt, egyetlen egy helyre, egy napig. Ez volt az alapkoncepció. Ezért neveztük el Informatikai Biztonság Napjának, és az ITBN azóta nagyon sok mindent tett le az asztalra. Ugye az idei ITBN-en most már több mint 2000 látogató jön el, és ezen a rendezvényen 50 előadás hangzik el, 25 workshop, 40 kiállítónk van. Gyakorlatilag a teljes informatikai biztonság itt van az ITBN-en, és nem csak a szállítók, hanem a megrendelők oldaláról is. Nagyon sokan azzal keresnek fel a rendezvényen, hogy azért örülnek ennek a napnak, de egyrésztről itt minden információt össze tudnak gyűjteni, másrésztről pedig az összes olyan kollégával találkoznak, akivel egész évben soha nincsen alkalmuk. A legfontosabb témák közül kiemelném a kritikus infrastruktúrák védelme, illetve az ipari rendszerek biztonsági problémáinak a kezelését, hiszen ezek azok a témák, amelyekről sajnos érdemtelenül nagyon kevés információ jelenik meg a médiában, sajtó keveset ír róluk. Ezek olyan rendszerek, amelyek elég zártak, és ezért azt gondolják róluk sok szempontból, külső szemmel, hogy ezért eléggé jól üzemelnek is. Mondjuk úgy, hogy üzembiztonsági szempontból ez igaz, viszont informatikai biztonsági szempontból nem feltétlenül. Erről nagyon sokat beszélgetünk. Ugyanúgy sokat beszélgetünk a mobil eszközöknek a biztonságáról, látjuk azt, hogy olyan eszközök kezdenek ki nőni a földből, másodpercenként most már jelenik meg egy új telefon, egy új operációs rendszer, amely nagyon komplex védelmi profilok megalkotására késztetik a biztonsági gyártókat, illetve azokat a szakembereket, akik ebben a témában dolgoznak, és akik aggódnak azért, hogy mindenki behúzolja a saját kis mobiltelefonját, eszközét, iPad-ét, táblagépét az informatikai rendszerbe, és ott utána olyan információkat tárol rajta, amelyeket a biztonsági szakértő nem tud megvédeni. Ugyanilyen fontos téma egyébként idén a felhő alapú rendszereknek a biztonsága, mert látjuk azt, hogy a virtualizáció és a felhő alapú gondolkodás egyre inkább előbbre tör, és hát természetesen az ITBN-en minden évben a klasszikus biztonsági témák, tehát a hálózatvédelem, vírusvédelem és sok minden más is teret kap. Az idei ITBN első napjának plenáris előadásán egy nagyon érdekes üzenetet kaptunk. Marcus J. Renam küldte el nekünk, aki egy nagyon ismert amerikai biztonsági szakemberéként. Ő az, aki az első tűzfalat, az első üzleti célból fejlesztett tűzfalat fejlesztette, ami mellesleg proxy alapú. És ez a szakértő volt az, aki küldött nekünk 100 évvel későbbre egy üzenetet, elmondva, hogy mi fog történni a következő 100 évben. Azt mondta egyébként, hogy kis eszközök fognak vigyázni majd a mi biztonságunkra, de úgy, hogy az ilyen kis eszközöknek, amiket Little Brother-nek hívott, ugye a nagy testvér mintájára, mindenkinek a biztonságára figyel, ugyanakkor viszont azt is elmondja, hogy az illető mit forgalmaz a hálózaton, milyen biztonsági protokollokat használ, hogy azonosítja magát. Magyarán mindent fognak tudni odafent arról, hogy egy felhasználó mit csinál. Ez lesz majd 100 év múlva. De azt is elmondta, hogy a spamek, illetve a kéretlen információk mennyisége olyan méretet ölt, hogy mesterséges intelligenciával fogunk védekezni ezek ellen, és egy idő után a mesterséges intelligencia lesz az, ami majd megfigyeli az emberiséget. Ezek eléggé riasztó dolgok, viszont az tény, hogy egy tendenciát mutatnak, és a jövőkutatóval, Galántai Zoltánnal, akivel kielemeztük az üzenetet, illetve Kovács Tücsi Mihállyal, SZIFI íróval, valamint Kuruc Imrével, piackutatóval is arra jutottunk, hogy igaz, hogy ezek riasztó dolgok, de hogyha felnagyítjuk a mai problémákat, amik e felé mutatnak, akkor megkapjuk, hogy mi az, amire vigyáznunk kell annak érdekében, hogy ne következzen be ez a furcsa, mindent monitorozó, persze biztonságos, de nagyon nyomasztó világ. A második napon Csányi Vilmos etológus volt a vendégünk. Én azt gondolom, hogy őt nem nagyon kell bemutatni. Amiért meghívtuk, ez egy szokatlan meghívás volt, hiszen egy informatikai rendezvényen a mérnök társadalom elég ritkán hall egy kifejezetten humán témával foglalkozó területről. És azért hívtuk meg, mert azt látjuk, hogy a mérnökök, biztonsági szakemberek nem nagyon tudnak, nem mindig tudják megértetni magukat a gazdasági döntéshozókkal, vagy éppen a felhasználókkal. Tehát látunk egy olyan trendet, hogy mivel valószínűleg nem jól kommunikálnak,
nem is, hogy jól használják a szaknyelvet, ha egyáltalán kell szaknyelvet használni, illetve nem ismerik az ember viselkedését, nem ismerik az ember természetét, hiszen ezek mondjuk a mérnökoktatásnak nem feltétlen részei, pszichológia, csoportdinamika, viselkedésnek. Ezért arra gondoltunk, hogy ha meghívunk egy olyan embert, aki ennek a vitathatatlan legjobb szakértője Magyarországon, akkor ő talán el tudja mondani, hogy hogyan működik az ember valójában, hogy tudunk segíteni a biztonsági kérdéseken. Hasonló témát feszegetett egyébként Bódi Zoltán az egyik workshop keretében, aki pedig arra a kérdésre próbált választ találni, hogy hol vannak a kommunikációs problémák a gazdasági döntéshozók, illetve azok között, akik a pénzért sorban állnak, hogy biztonsági beruházásokat valósítsanak meg. Azt látjuk, hogy ma a világ egy nagyon komplex irány felé mozdult el, ami az informatikát illeti. Az adattárolásnak a mérete, sebessége megnőtt. Most már petabájtnyi információkról beszélünk lassan. Lassan megjelennek majd az 1 PB-s, meg 5 PB-s adathordozók, majd előbb-utóbb, hiszen most ugye terabájtokról beszélünk, de hamarosan petabájtokról fogunk. Azelőtt azt gondoltuk, hogy a kilobájtokat alig fogjuk majd átlépni. És ezzel párhuzamosan olyan mértékben növekszik a világon az adat mennyiség, hogy egy friss kimutatás szerint 1,8 zettabájtnyi információ keletkezik egy évben, 2011-ben ennyi információ fog keletkezni, ami egyébként szintén a tanulmányban olvasottak szerint egy 200 milliárd két óra hosszúságú HD minőségű mozifelvételt jelent, amit mondjuk egy ilyen magamfajta ember, aki 7x24 órán át akár filmeket tud nézni, nekem 47 millió évenbe kerülne ezt az mennyiségű adatot végignéznem, és ez csak egy évben termelődik. Tehát van egy olyan probléma, hogy rengeteg adat termelődik. Az is látszik, hogy megjelentek azok a mobileszközök, amelyekről nagyon keveset tudunk, viszont a mobileszközök meg úgy tűnik, hogy nagyon sokat tudnak rólunk, és ez egyre aggasztóbb nekünk biztonsági szakembereknek. Azt is látjuk, hogy az adatok nem csak a userek, felhasználók által keletkeznek, hanem gyakran maguktól is. Tehát az adatmennyiség, amit az előbb említettem, automatikusan is tud keletkezni. És emellett még nagyon sok trendet látunk, és az látszik, hogy a hálózatok komplexitása, bonyolultsága erősödik, az adatok mennyisége nő, az eszközök egyre nehezebben kiismerhetőek, és mindez sokkal gyorsabban zajlik, mint az előző években. Vagyis ez tulajdonképpen a biztonsági szakember számára maga a horror. Óriási nagy kihívás előtt állnak az ügyfelek, mert mindenhol felére csökkentették a költségvetéseket, a pénzintézetek különadót fizetnek, a hitel, a svájci frank hitel visszafizetési mizériától szenvednek, és azt hiszem, hogy az egész piacra el lehet mondani, hogy azért most nem az az időszak van, amikor számolatlanul lehet a büdzsét költeni, és ebben a helyzetben el kell tudniuk dönteni, hogy mi az, amit mindenképpen megvesznek, és mi az, amit vagy elhalasztanak későbbi időpontra, vagy kihúzzák a projektjeik közül, és ráadásul ezt ugyanebben a helyzetben, itt ezen a rendezvényen is látszik, hogy egy óriási dömping van termékekből és szolgáltatásokból. Tehát minden cég 10-szer akkora erővel próbálja eladni a termékeit, az eszközeit, a szoftvereit, a hardvereit, a különböző szolgáltatásait. Magyarországon gyakorlatilag akárki akármit gondol, a cégek többsége rendelkezik mindenféle olyan biztonsági berendezéssel és eszközzel, amit az elmúlt 10 évben a nagy gyártók a piacra dobtak. Lehet, hogy nem mindegyik fajtával, de egy területről biztos. A biztonsági problémáiknak a nagy részét meg tudnák oldani, tehát egy jelentős ugrást tudnának tenni, hogyha ezeket összehangolnák, és mi azt tapasztaltuk, hogy ezzel van a legnagyobb probléma. A különböző rendszerintegrátorok leszállították ezeket az eszközöket, a legjobb tudásuk szerint beillesztették a rendszerbe, átadták üzemeltetésre, és gyakorlatilag szigetként működnek. Úgy kell elképzelni, hogyha téglákat raknál gyönyörű szépen egymás mellé, de a téglák között rések vannak, amit ki kéne fugázni, és ezt már nem tette meg az, aki rakta a falat. Úgy gondolom, hogy ebben kell segíteni az ügyfeleknek.